A kötelező szervízeket és a műszaki vizsga előtti javításokat végzik ebben az üzemben Nyíregyházán. Egyre több autón kell dolgozni, sokan ugyanis vállalták a kockázatot, és egészen eddig a kisebb hibák ellenére is használták járművüket. Tehették mindezt azért, mert a koronavírus megjelenését követően nem volt kötelező leműszakíztatni a lejárt vizsgával rendelkező autókat. Ez az engedmény június 30-án lejár, így sokan sietnek ezekben a hetekben a vizsgaállomásokra. Itt a Csőszpadán Kft-nél előre értesítjük ügyfeleinket a műszaki vizsga lejártával. Kapcsolatosan vannak erre a kolléganők, és az ügyfeleink fel vannak rá készülve, viszont ennek ellenére is megnövekedett a műszaki vizsgára jelentkező ügyfeleik száma. Egyelőre el tudjuk látni, tehát lehet vizsgáztatni ezeket az autókat, de én továbbra is azt javaslom az ügyfeleinknek, meg az autótulajdonosoknak, hogy időben le kell vizsgáztatni az autót, tehát nem kellett volna, vagy kellene ezzel a moratóriummal élni. Egy autó műszaki vizsgája átlagosan 50 percet vesz igénybe, a legtöbb állomás pedig egy nap leforgása alatt maximum 10-12 autót tud fogadni. Ahhoz, hogy minden autó levizsgázzon a hónap végéig, ennek a kapacitásnak majdnem a háromszorosára lenne szükség, ezt azonban a várakozások szerint lehetetlen lesz megoldani. Nem lehet olyat elképzelni, hogy eddig mondjuk egy vizsgáját csinált 10-et, és most csinál majd 30-at. Ez nem fér bele. Tehát emiatt persze el kell küldenünk. Nem tudjuk fogadni aznapra, van, amikor egy hét múlva sem tudnak. Tehát várni kell most. Én úgy gondolom, hogy minden műszaki vizsgáján torlódás van. Nem fogják bénán vizsgálják. Biztos, hogy kicsóztak. Mert ha már most a vizsgálják nálunk is a Magyar Autóklubnál, nem tudjuk, csak egy hét múlva. Persze van 54 vizsgahelyünk az országban, és különbözőek a leterheltségek, de nem tudjuk fogadni átlagosan csak egy hét múlva. És érzések szerint kicsúsznak. Hát most az lesz, hogy vagy a bátrabbak, a bátranok közlekednek vissza kivizsgálva, vagy leteszik a járművet, és nem közlekednek vele. Júliusban tehát a lejárt műszaki vizsgával közlekedőket már büntethetik a rendőrök. A bírság mértéke 5000 forinttól 150 000 forintig is terjedhet attól függően, hogy mennyi ideje járt le az érvényesség.